Köszöntöm a kedves nézőket, Brockhauser Barbara vagyok. A következő napokban egyre borongósabbra és csapadékosabbra fordul időjárásunk, és lehűlés is érkezik. Tőlünk délre egy ciklon örvénylik, mely középpontjával fokozatosan megközelíti a Kárpát-medence térségét. Hidegfronti hatás érvényesül, így a hidegfrontra érzékenyeknél akár fejfájás, vérnyomás ingadozás is jelentkezhet. A mai napon már a Kárpát-medence legnagyobb részén erősen felhős égboltra tekinthetünk. Csapadék eleinte inkább a nyugati tájakon, illetve északkeleten alakulhat ki. Majd a késő délutáni óráktól kezdve dél-délkelet felől már egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra, sőt több felé zivatarok is kialakulhatnak. A csúcsértékek széles skálán mozognak, 11 és 24 fok között mérhetjük majd őket. Az északi-északkeleti légmozgás pedig megélénkül, akár egy-egy erősebb széllökés is kialakulhat. A következő két napra pedig több fokos lehűlés érkezik. Csütörtökön, valamint pénteken lesznek olyan területek az országban, ahol a legmelegebb pillanatokban csupán 4, illetve 6 fokot mérhetünk. Mindemellett erős lesz a légmozgás, szinte alig számíthatunk napsütésre, és többfelé kell csapadékra is készülni az országban. Szombaton a nyugati tájakon már vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, de a keleti területeken még többfelé kell esőre készülni. És a vasárnapi napon pedig szintén országszerte többfelé kialakulhat csapadék, de látható, hogy a hétvégére 1-2 fokot melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!